Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen könyveket vásároltam az elmúlt pár napban. Ebben van egy antikváriumos rendelés, és az Európa Könyvkiadótól megrendeltem a Kapszula Könyvtár sorozat néhány darabját, úgyhogy most már csak pár könyv hiányzik a sorozatból, és remélem, hogy a következő hónapban ezt most már teljesen ki tudom bővíteni. Aztán majd utána folytathatom a többi sorozatomnak a gyűjtését. Most nem készültem fel annyira a könyvekről, úgyhogy nem lesz túl hosszú videó, mert közben rájöttem, hogy nekem az idő a legnagyobb ellenségem, és munka mellett nagyon-nagyon nehéz olvasni is, videózni is, és még az életet is élni, úgyhogy most ez nem lesz annyira bő és irodalomtörténeti információkkal teli, de azért remélem, hogy tetszeni fog nektek. Na nézzük, miket vásároltam. Van egy sorozat, amire nagyon-nagyon vágytam, ez pedig nem más, mint a Shakespeare újra sorozat. Nekem most így 4 van meg, de sajnos még hiányzik belőle egy darab, illetve nem tudom, hogy magyarul megjelente már az összes, de gyanítom, hogy nem, ugyanis itt a könyvnek a hátulján, ez például Janet Wintersontól az időszakadék, ez a téli reggel alapján készült, itt azt írják, hogy több is készült, mert készült a viharhoz is, Margaret Atwood és a boszorkány magzat, aztán Anne Tyler és az ecetlány, ez a makrancos hölgy alapján, és a velencei Kalmár alapján készült a Shylock a nevem Howard Jacobsontól, és ugye itt azt írják, hogy készült a Macbethhez, az Jo Nesbo írta, illetve készült a Lear királyhoz és az Otellóhoz is, és szerintem azok még nem jelentek meg magyarul, viszont azokra nagyon kíváncsi lennék, mert az Otellót és a Lear királyt is én nagyon szerettem, és a Lear királyt ezt nem is olyan régen olvastam, és készült is belőle videó, úgyhogy szeretném ezeket mindenképp elolvasni, mert nagyon-nagyon érdekelnek, és csupa jót hallottam egyébként róluk, és hát tudjátok, hogy nekem Shakespeare a mindenem, és minden, ami vele kapcsolatos, azt én megvásárolom, úgyhogy hát igen, csak jövőre fogom őket olvasni, de annál izgatottabban várom. Antikváriumból vásároltam egyébként meg, darabja egyébként 1500 és 2000 forint között volt, de olyan, mintha egyáltalán nem lettek volna olvasva, úgyhogy én nagyon örültem, hogy meg tudtam vásárolni. Elfelejtettem, hogy Tamástól is kaptam egy könyvet, mert duplikációja volt, ez pedig nem más, mint Alberto Moraviától a Megvetés. És elolvastam a fülszöveget, és torokszorítón hatott rám, mert egy házasság megromlásának a történetét meséli el. Adott egy férfi, aki drámaíró, és ahhoz, hogy biztosítani tudja a megfelelő életminőséget a feleségének, azért több és több munkát elvállal, eközben pedig a felesége elhidegül tőle, és szépen lassan az a nagy szerelem, az nem, hogy kihűl, hanem teljesen elmúlik, és nem marad a helyén a szeretet sem. Szerintem ez egy nagyon drámai történet, és jelenleg azt hiszem nem is állok készen arra, hogy ilyet olvassak, főleg a mai világban, amikor már alapvetően is elköteleződni nem tudó emberek vannak, és nem tudnak normálisan kapcsolódni egymáshoz emberek, nemhogy párkapcsolatot vagy házasságot építsenek, és akkor két ember hagyja veszni azt, hogy teljesen elmúljon egy kapcsolat, és kihűljön. Hát ez szerintem egy drámai dolog. Úgyhogy ez egy kis regény egyébként, és lehet, hogy ezzel fogom kezdeni az olasz szerzőnek a megismerést. Valamelyikőtök ajánlotta nekem a következő könyvet, J.K. Rowling és az átmeneti üresedés. És most ez az a videó, ahol be fogom nektek vallani azt, hogy én felnőtt fejjel kezdtem el olvasni a Harry Pottert, és 2 regényig jutottam, és nem azért hagytam abba, mert nem tetszett volna, vagy mert J.K. Rowling írói stílusom nem jött volna be, mert engem beszippantott. De valami akkor történt az életemben, abba hagytam, aztán mást kezdtem el olvasni, lehet, hogy egy Agatha Christie-t, lehet, hogy egy teljesen mást
stílusú könyvet, vagy más műfajban alkotott könyvet, és egyszerűen nem tértem vissza már a Harry Potterekhez, de nagyon szeretném őket elolvasni, és biztos, hogy az egyest és a kettest is újra fogom majd olvasni. És hát ez az első olyan regénye, amit felnőtteknek írt, és egy kisvárosban, egy angol idilli kisvárosban játszódik, ahol elhuny rögtön az elején egy szereplőnk, és az ő önkormányzati helye üresedik meg, és bizony elkezdenek az ő helyére nagyon sokan pályázni, és mindenféle ármánykodás történik eközben, ha én ezt jól tudom, de nem vagyok teljesen biztos benne, de egyébként 900 forint volt az antikváriumban, nem tudtam otthagyni, és teljesen olyan, mintha nem is lett volna olvasva, úgyhogy nagyon örülök ennek a könyvnek. Tutira el fogom olvasni. Következő, Dylan Thomas, az író arcképek kölyök kutya korából. Ő egy nagyon fiatalon elhunyt velszi költő, és ez gyakorlatilag prózai alkotása, kisebb novellák vannak benne az ő gyerekkorából. Természetesen azért vásároltam meg, mert rajongok az irodalom történetért, és mert minél többet szeretek tudni írókról, költőkről. És hát, amikor kinyitottam, ugye ez is antikváriumból van, akkor egy szöveg volt benne. Méghozzá így hangzik. Édes, édes, Borbás Mari. Ezt a munkát nem lehet megköszönni neked. Szeretettel és a lábadat húzgálva, Ágnes. 1989. És Osváth Péternek is szeretettel. Na most Borbás Mária, ő egy fordító volt, 2020-ban hunyt el, és valószínűleg ő dolgozott az Európa Könyvkiadónál. Nem tudom, most ebben nem vagyok biztos, de Osváth Péter pedig az ő férje volt. És a fordítás nem az ő nevéhez fűződik, mert Gergely Ágnes fordította. Szóval nem tudom, hogy kapcsolódik ez a könyv Borbás Máriához, de nagyon megörültem benne, mert ez is valahogy így jelképezi azt, hogy ezeknek a regényeknek, vagy ezeknek az antikvár könyveknek bizony van múltjuk. Hát itt van benne írás formájában. Én imádom, hogyha van benne valami szöveg. Van egy magyar szerző, akinek nagyon különleges neve van, már csak ezért is szeretnék tőle régóta olvasni, és végre meg is vásároltam az egyik könyvét. Ez pedig nem más, mint Kolozsvári Grand Pierre Emil, és egy házasság előtörténete. 1982-ben íródott a mű. Ekkoriban a szerző nagy önéletrajzi ciklusait alkotta éppen, amikor is dokumentumokat böngészett, és megakadt a szeme Árvai Ákos vegyészmérnök és Turányi Eszter szerelmi történetén, ami hát fordulatokban gazdag volt, illetve rendkívül olvasmányos, erotikus jelenetekben gazdagon írta meg, és feszült történeti háttér előtt pergett ez a szerelemi szál. Az író a hamis, kűrösedett polgári erkölcsöket épp hogy kíméletlen, gyilkos iróniával ábrázolja, mint az életörömet, a cselekvési energiát, pusztított csodakádereket. Hát én gyanítom, hogy ez egy viszonylag realista regény, amiben kibontakozik egy szerelmi történet, ami valószínűleg nem lesz túl boldog. Én szeretem az ilyen történeteket, főleg mert van benne egy jó kis magyar történelmi háttér is. Aztán megvásároltam egy magyar klasszikus írónőnek a könyvét, Tormai Cecil és a régi ház, ugye ez a Lazi kiadó gondozásában jelent meg. Hát Tormai Cecilről tudni kell azt, hogy ő az az egyetlen női írónk, akit irodalmi Nobel-díjra jelöltek, de ő abban az évben el is hunyt. És ez a könyve pedig az Akadémia Irodalmi Díját elnyerte, és számos díjra lefordították, majd 1945 után betiltották ezt a könyvet, és csak a 90-es években adták ki újra. Nem
tudom, mert nem néztem utána, hogy miért lett betiltva ez a könyv, mert itt a fülszövegben igazából egy, ugye erről a házról ír, ami három generációnak ad otthont, ez egy hatalmas ház, hiszen az Ulvik családé, akik építőmesterek, és Kristóf és Sebessén a két testvéré, szerelmi kapcsolatokról ír, hogy volt egy közös nő az ő életükben, Borbála, de végül ugye a Borbála az erősebb férfi élet, illetve van még egy férfi, akinek voltak korábbi vonzalmai, aztán bejött egy új szerelem a képbe. Szóval nem igazán tudom, hogy miért lett, mi a történeti háttere ennek, vagy történelmi háttere ennek a könyvnek, de úgy vagyok vele, hogy majd, ha elolvasom, akkor úgy is kiderül számomra, illetve majd utána jobban utána olvasok. Tormai Szeszéltől egyébként még a Bújdosó könyvet szeretném majd elolvasni, az megvan otthon a polcunkon, csak annyira vastag, hogy még nem tudtam Pestre felhozni, de mivel ez egy családtörténet, én ezt már júniusban szeretném sorra keríteni, bár most ugye a Forsyth saga mellett nem tudom, hogy ez hogy fog majd beleférni, de lehet, hogy párhuzamos olvasás keretében azért ez is sorra fog kerülni. Gondolom, emlékeztek még a Csíkos meg a Pöttyös könyvekre, nekünk is van otthon néhány a polcunkon, de nagyon vágytam egy bizonyos írónőnek, egy bizonyos regényére, ez pedig nem más, mint Kertész Erzsébettől az Elizabeth. És hogy miért? Mert hát én rajongok a költészetért, imádom az irodalomtörténetet, úgyhogy nekem ez a könyv itt kell, legyen a polcomon. Elizabeth Barrett Browning, angol költőnőnek az életrajzi regénye, és állítólag ez volt a legsikeresebb Kertész Erzsébet mű, és állítólag nagyon hitelesen ábrázolta Elizabeth Barrett Browning életét. Ő egy nagyon érzelmes költő volt, költőnő volt, én nagyon-nagyon szeretem őt, úgyhogy ezt a könyvet még idén biztosan el fogom olvasni. Ja, és ez egy gyönyörű kiadás egyébként. Nagyon szép, és nagyon olcsón vásároltam, és 2016-ban a Móra könyvkiadó jelentette meg, és azt gondolom, hogy ez egy sorozat, tehát valószínűleg tartom, hogy az összes többi könyvét is megjelentették. Lehet, hogy még azokat is majd be fogom szerezni. 7 kapszula könyvből az egyik, Marina Sztyepnova és a Lázár asszonyai, ez egy viszonylag vaskos kapszulakönyv, de most is meg kell állapítanom, hogy rohadt praktikus ez a kiadás, nagyon könnyű, és abszolút nem kicsik a betűk, tök jól olvasható, és ez a lekerekített szél, hát én imádom. Szóval nem csak a rövid, hanem a vastag könyveket is ki tudják adni. Ez egy orosz szerzőnek a műve egyébként, és elnyerte az orosz nagy könyvdíját, azt hiszem, hogy 2012-ben, de a maga könyv az 2011-ben jelent meg. Lazar Lind, a zseniális zsidó származású fizikus éppen 1900-ban született, és valamikor a 90-es évek elején hal meg, hosszú élete során csak a tudomány érdekli, meg a nők. Forradalom, sztálinizmus, terror, háború, kísérleti atomrobbantások, az értelmiség kínjai, mindezt 3 különös sorsú nő szemszögéből követhetjük. Igazi nagyregényt kapunk, mely szakmai és közönség sikerét. Annak köszönheti, hogy a női sorsokat ilyen érzékenyen és beleéléssel talán senki más nem ábrázolt, még a mai orosz irodalomban a mű Goretit József remek fordításában olvasható. Hát én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, ez egyébként a 30-as számú kötet, és ilyen szép sárga, és hát itt van nekünk egy befőttes üvegünk a szimbólumban. Aztán itt van az osztrák származású Rainer Maria Rilke és a történetek a Jóistenről. 13 anekdotát tartalmaz, egyik vidám, másik elgondolkodtató, és ezek a mesék mind elvezetnek minket Istenhez. És egyébként azután írta meg ezt a kötetet, miután oroszországi utazása során találkozott Tolsztojjal, és Tandorin Dezső fordításában jelent ez meg. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt csemegének számító mesék elvezetnek bennünket azokra a helyekre, ahol Istennel találkozhatunk.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert tőle még semmit nem olvastam, viszont a verseit azt nagyon-nagyon szeretem. Vajon elmenekülhetünk a sorsunk elől? Erre keresi a választ meg Rassef és a Justin Kéz sorsbújócska, ami egy a kamaszkori szorongásról szól, és hát van benne egy kamasz fiú főszereplőnk, akit Holden Caulfieldhoz is hasonlítanak itt a leírásban, ugye Salinger zabhegyezőjében szerepelt, és korábban ezt a fiút Davidnek hívták, de aztán Justinnel változtatja a nevét, mert a fejében veszi, hogy Isten végezni szeretne vele, ezért ő mind nevet változtat, mind stílust változtat, és egy kutyát fogad örökbe, majd elhatároz, hogy elmenekül a sorsa elől. Elég furcsának tűnik számomra ez a könyv, megmondom őszintén, de ifjúsági díjat is nyert 2016-ban, és egyébként a szerzőnő amerikai születésű, de aztán Londonban költözött, majd újra lesz nyert című regénye az világsikerlet, és ez a könyv pedig nem sokkal később jelent meg. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, elég rövidke. És ez pedig a 18-as számú. Közben a tiszáim teljesen meg vannak őrülve. Aztán itt van egy svéd klasszikus, Karin Boy és a Kalosztén. Utána néztem, és így kell ejteni a címet. És hát rögtön feltűnt ez az inekciós tű itt a borítóm. És nem tudtam elképzelni, hogy vajon miről szólhat, és annyira érdekes, és itt írják is, hogy George Orwell 1984-éhez hasonlítható, de megelőzte jó pár évvel azt a regényt, illetve ha jól tudom, akkor körülbelül 10-zel. Németországban tett utazása ihlette a szerzőt, amikor is már Németországban elkezdődött a fasizmus. És az elbeszélésben Leo K. kémikus találmánya a főszereplőnk. Egy olyan szer, amivel, hogyha befecskendezik az emberbe, akkor a gondolataikat is bevallják, illetve a legfeltettebb titkaikat is az emberek, és ez bizony nagyon kiszolgáltatottá tesz mindenkit. Az ilyen katonai fegyelem uralta államban a gondolatbűnözés pedig csak egyféleképpen torolható meg, halállal. Készült is belőle egy film 2002-ben, Christian Bale és Emily Watson főszereplésében az Equilibrium. A 40. Babits Mihálytól a Hatholdas rózsakert, és ez Gádorosan játszódik, a Halál fiai című regényben is már szerepelt ez a fiktív kisváros, és hát bizony egy rózsakert a főszereplőnk, Ilka néni rózsakertje, ahol nagyon szeretnek összegyűlni a facér fiatalok, mind a lányok, mind a fiúk. Igen, nem, de Ilka néni tervez valamit, nagyon szeretné, ha a joggyakornok Franci, aki egy fiú, Gruber Franci, elvenné feleségül az ő fogadott lányát, Irénkét. Igen, nem, de itt történnek még bizonyos dolgok, amik nem feltétlenül alakulnak jól. Mindenki rabít, a konvenciók rabja, és aki felrúgja a konvenciókat, az is rab marad, a felrúgott konvencióké. Gruber Franci csak nagy sogára tudja meg a furcsa igazságot, oktalanul rontotta el az életét, de ha nem rontotta volna el, akkor sem járt volna jobban. Ez egy viszonylag rövidke kis regényke, de én már olvastam tőle a Gólyakkalifát, és én azt imádtam, úgyhogy valószínűleg ezt is szeretni fogom majd. A következő majd. A szívemnek nagyon kedves Oscar Wilde és a Sóhaja mélyből. A Sztándori Dezső fordításában jelent meg, ez gyakorlatilag egy ilyen aforzima gyűjtemény, az ő híres mondatai vannak benne, és hát azt tudjátok, hogy én nagyon-nagyon szerettem a Dorian Gray arcképét, nekem az a mű nagyon sokat jelentett, mert én ma is rettentő aktuálisnak tartom, és nagyon sokszor ajánlottam, úgyhogy most nem fogom már itt annyira hype-olni, de ebben is olyan jó mondatok vannak, eddig ahányszor kinyitottam, mindegyik szólt hozzám, egyébként ilyesmi kötet, és van egy hosszú utolszó benne, amiben Tandori Dezső elmondja, hogy mit jelent számára Oscar Wilde. Na, nincs suki valahol, és felolvasom. Kellemes embernek világéletemben csak rossz művészeket érezhettem. A jó művészek kizárólag abban élnek, amit alkotnak. Következésképp egyáltalán nem érdekli őket, kik ők és milyenek. Egy nagy költő, egy valóban nagy költő,
a legkevésbé poetikus lény a világon. Érdekes. Férfinői kapcsolatok is egyébként vannak benne. Az okosak sosem figyelnek oda semmire. A tompák nem beszélnek. Háj, nagyon szeretem őt. Nagyon nyugtalan most. Már nagyon éhes, de mindjárt végzek. Már csak egy könyv van vissza, jó? Már csak egyetlen egy. Ezt még megvárod? Jó. Azt mondja, hogy megvárja. Szóval, az utolsó könyv. Patricia Highsmith-től az idegenek a vonaton. 1951-ben készített Hitchcock ebből a krimiből filmet, de egyébként ő az az amerikai írónő, akinek rengeteg könyvét megfilmesítették. Elég, ha csak annyit mondok, hogy a tehetséges Mr. Ripley, vagy nem olyan régen a Carol című művét is, de a Mélyvíz is nem olyan rég lett megfilmesítve. 50-ben jelent meg első kötete. Ez az idegenek a vonaton. Két fiatalember, Guy Haines és Charles Bruno találkozásáról szól, akik egy hosszú vonatút során beszélgetésbe elegyednek egymással. Haines fiatal, feltörekvő, sikeres építész a válása kellős közepén, Bruno pedig gazdag, elkényeztetett, az apjától szenvedő aranyifjú, akit bárki képes manipulálni. Bruno beszélgetések során váratlanul elő nyugtalanító és titokzatos ötletével, a tökéletes indíték nélküli gyilkosság tervével. Megöli Guy feleségét, ha a cserébe a férfi végez az ő apjával. És miközben Bruno az elutasítás ellenére belekezd csavaros tervének megvalósításába, Guy egyre inkább a férfi csapdájában találja magát, és előbb-utóbb döntenie kell. Én nagyon-nagyon szerettem a filmet is, szerintem nagyon feszült az egész, úgyhogy bízom benne, hogy majd a könyv is tetszeni fog. Ő sem szeretni kimaradni a buliból, úgyhogy most akkor együtt fogunk elköszönni. Nem tudom, hogy a héten még fogom-e tudni hozni azt a videót, amit megígértem, majd meglátjuk, de ha más nem, akkor jövő hét elején mindenképpen. Addig pedig legyetek jók, és olvassatok sokat. Sziasztok!